2020. februárjában kezdték el átalakítani az egykori BM klubot Szekszárdon. A 273 millió forintos beruházás eredményeként itt kapott helyet a felnőtt és a gyermekorvosi ügyelet, valamint egy állandó gyermekházi orvos, és a védőnői szolgálat is ide költözött. Mindennek van egy eleje és van vége. Lényeg a dolognak, ma reggel 8 órakor ez az ügyeleti központ bezárt. Utoljára fordult el a kulcsazárban az éjszakai műszak végén a Vörösmarty utcai orvosi ügyelet épületénél Szekszárdon néhány napja. A korszerűtlen helyiség helyett sokkal modernebbe költöztek az eddig ott dolgozó orvosok. Ez pedig már a felújított ingatlan, ahol a felnőtt és a gyermekházi orvosi ügyelet kapott helyet. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt kéri a helyiektől, hogy ezentúl ezeket a szolgáltatásokat már ne a régi helyükön keressék. A szeptember hónapot teljes egészében az ügyeletet a szekszárdi orvosok fogják ellátni a felnőtt ügyeletnél, a gyerekügyeletnél pedig csak 3 nap kiegészítésre szorulunk az emergency által, és ez is egy nagyon-nagyon pozitív előrelépés. Én úgy ítélem meg, mert sokkal nagyobb a bizalom a lakosság részéről a szekszárdi felnőtt és a szekszárdi gyermekorvosok iránt. Én még egy dologra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy kérem szépen a Vörösmarty utca is ki lett táblázva, ott is pontos útbaigazító táblák vannak, és mindenki arra figyeljen és tájékoztassuk egymást, hogy ma 16 órától az Iblin Miklós utcában van a gyerek és a felnőtt ügyelet. A mostantól itt dolgozó orvosok és védőnők már régóta várták, hogy beköltözhessenek a 21. századi körülményeknek minden tekintetben megfelelő épületbe, ami közvetlenül a kórház szomszédságában fekszik. Az eszközeink, műszereink azok alapból biztosítottak voltak eddig is, csak nem volt ennyire látványosan elhelyezve, nem volt ilyen szép környezetbe berendezve, úgyhogy az eszközökkel ugyanúgy tudunk dolgozni, ugyanúgy tudjuk folytatni a munkát, mint eddig. A lényeg az, hogy itt könnyebben megközelíthető a terület, van parkolási lehetőség, és hát nyilván a magasabb ellátási szintre való hozzájutás is, ha szükséges, akkor sokkal közelebb van, mint az előző helyeken. Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Szekszárdi Közgyűlés Szociális Bizottságának elnöke azt mondja, az új ügyeleti központ kialakítása annak a hosszú távú stratégiának a része, aminek keretében a megyei jogú város alapegészségügyi ellátását fejlesztik. Nagyon örülünk neki, hogy végre átadásra kerülhetett ez az épület. Régóta várunk rá, és úgy gondolom, hogy egy fantasztikus európai színvonalú szolgáltatást nyújtó helységet sikerül átadni, mind a gyerekellátást, mind a felnőtt orvosi ügyeletet illetően. Az Iblin Miklós utcai ügyeleten délután 4 órától reggel 8-ig várják a gyermek és felnőtt pácienseket.